Sziasztok! Imádta a luxust, a csillogást és az eleganciát. Persze, hogy imádta, hiszen ezek körül forgott az élete. Elmondása szerint egy szabászasztalon született, így eleve elrendeltetett a sorsa. Az egyik leghíresebb, vagy talán a leghíresebb magyar női szabó élete nem volt tündérmese, saját erejéből küzdötte fel magát az elitbe. Ruhákat vart a Horthy, Rákosi és a Kádár rendszerben, de az egyiptomi király Nász népének is. Szép kort élt meg a divat nagyasszonya, ezért találgatta mindenki, hogy miért követett el öngyilkosságot. Ismerjétek meg Rothschild Klára történetét. 1903-ban Klára szó szerint beleszületett a szakmába. Szülei zsidó származású szabók voltak, szorgalmas emberek. Boltjuk, a lakásuk is volt egyben, így nem csoda, hogy a kis Klárát hamar megfertőzte a divat világa. Az első világháború előtti időben szinte egymásba értek a szabóságok, de vásárló is bőven akadt. A szabók általában 8 különböző mérettel dolgoztak akkoriban. A kuncsafnak elég volt bediktálni a telefonban méretét, azt, hogy milyen szabást akar, legfeljebb a ruhapróbánál igazítottak egy kicsit az elkészült ruhán. Amikor a szülők elváltak, anyja a Váci utcában nyitott egy boltot, így már 2 Rothschild szalonban válogathattak, vásárolhattak a hölgyek. Le kell azonban szögezni, hogy a családnak semmi köze nem volt a híres bankár családhoz, csupán névrokonság volt köztük. Egy anekdota szerint Philip de Rothschild ellátogatott a híres ruhaszalomba, és a bemutatkozás után megkérdezte: asszonyom, önben melyik Rothschild ág leszármazottját tisztelhetem? A válasz szerényen csak ennyi volt: tekintsen csupán a divat királynőjének. De ne szaladjunk ennyire előre a történetben. Klára 1920-ban férjhez ment, és hamarosan megnyitotta a saját üzletét. De hogyan tudta megvenni a 20 éves Klára a Deák téri üzletét önerőből? Sajnos élete egyik legnagyobb megrázkódtatását kellett megélnie. Történt ugyanis, hogy az apja elküldte Klárát egy hírhedt grófhoz, egy bizonyos Somogyi Pál Károlyhoz, hogy hát ha Klára a lelkére tud beszélni és el tudja tőle kérni az adósságát, mivel nem fizette ki a megrendelt ruhákat. A férfi valószínűleg pszichopata volt, számos alkalommal keveredett verekedésbe és különböző perekbe. Ahelyett, hogy kifizette volna Klára apját, berángatta a lakásba és durván megverte a fiatal lányt. Klára szégyenében megpróbált öngyilkos lenni, mivel végtelenül megalázva érezte magát, és ezt a hiúsága és a büszkesége nehezen viselte el. Hetekig ápolták a pszichiátrián, majd megerősödve távozott a kórházból. Első útja a rendőrségre vezette, beperelte Somogyit, sikerrel. A sajtó és a közvélemény is Klára pártjára állt, megnyerte a pert. Azt azonban nem tudjuk, hogy pontosan mennyi kártérítés kapott, csak annyit, hogy megnyithatta az első üzletét 1934-ben. Immár 3 Rothschild üzlet működött Budapesten. A család felosztotta maguk között a vásárlókat. Az apjánál elsősorban gazdag osztrák családok fordultak meg, anyja a hazai középosztály célozta meg, míg Klára a fiatal arisztokrata hölgyeket szolgálta ki. Egy másik anekdota szerint Klára nem tanulta meg a szabómesterséget, ugyanis az elmondása szerint nem tudott rendesen rajzolni, szabni és varni, még a tűbe se tudta a cérnát befűzni, inkább csak megálmodta a ruhakölteményeket, amit aztán az ügyeskező is tisztességesen megfizetett alkalmazottak elkészítettek. Sokan dicsérték azonban az emlékező tehetségét, állítólag fotografikus memóriával rendelkezett, így meg tudta mondani, hogy melyik szabás mintával készült a ruha, hány gomb és zseb van rajta, és azok pontosan hol helyezkednek el rajta. Méregdrága ruha költeményei 120 és 400 dollár között mozogtak, miközben egy magyar átlagember fizetése 80 dollár volt, és a magyar nők 7 dolláros konfekciódarabokat hordtak. Diplomaták, pártvezetők, királyok, előkelőségek öltözködtek nála, de a szovjet követségen dolgozó 500 nő is tőle rendelt ruhát az októberi forradalom 50. évfordulójára. Chanel, Dior, Saint Laurent mintájára tervezte a ruháit. Magyarországon egyedül valósította meg mindazt, amit Párizsban több híres divatcég álmodott meg. A zsidó törvények bevezetése sok más kor és sorstársával ellentétben eleinte csak annyiban sújtották Rothschild Klárát, hogy kevesebbet szerepelt a neve az újságokban. Magas státuszú és politikailag is befolyásos vevőköre nem csak kitartott mellette, hanem oltalmazta is. Ő tervezte ugyanis Horthy Miklós menyének a menyasszonyi ruháját, és ő is öltötte rá.
1941-ben nem kobozták el tőle az üzletét, hanem hivatalosan átruházta a Nemzeti Függetlenségi Párt elnökének. Ezt a folyamatot árjásításnak nevezték. Igaz, egy évre rá visszavonták ezt a törvényt, de ennek ellenére továbbra is nyitva tarthatott, mi több az ő neve alatt működhetett továbbba volt. 1944-ben Budapest ostromának a kezdetéig dolgozott a Deák téri szalonban, amely sajnos bombatalálatot kapott és erősen megrongálódott. A magas szintű összeköttetései miatt egy csillagos házban vészelt át az ostromot és a nyilas időket. Férje itt halt meg tüdőgyulladásban. Nagyon jellemző volt rá a szakmájának a szeretete, ezért nem várta meg a romeltakarítás befejezését, és 1945 nyarán újra nyitotta a szalonját és a műhelyét. Az üzletnyitáson készült képeit nem más fényképezte, mint Robert Capa. Hamar visszaszivárogtak a háborús veszteségekből éppen csak magukhoz térő elitek és diplomaták. Az új berendezkedés és a háború nyertesei közül sokaknak ötletük sem volt, hogy hogyan kellene öltözködniük, hogyan kell reprezentálni önmagukat, a ruha etiketről meg ne is beszéljünk. Egy aténi követ beszámolója szerint a megbízó levele átadásakor három magyar diplomata három különböző korból való frakban jelent meg. Az egyik diplomatán lógott a frak, a másik cilindere meg olyan kicsi volt, hogy nem fér bele a feje. Rákosi is panaszkodott egyik levelében, hogy őt is frakba akarják bújtatni a diplomáciai fogadáson. A divatkatasztrófa megelőzésében csak Rothschild Klára segíthetett. 1952 és 54 között az állami textilvállalatnál dolgozott, mint Szabó, majd 1956-tól a Váci utcában megnyílt elegáns állami különlegességi női ruhaszalonnak lett a művészeti vezetője. A szalonban Klára Rothschild címkés ruhákat gyártottak a magyar elitnek. Innen öltözködött minden diplomata, a párterét asszonyai, a külföldiek, a művészek és a tehetős értelmiségiek. De a környékbeli diktátorok asszonyai is előszeretettel tértek be Klárához. A jugoszláv elnök felesége Jovanka Broz, az osztrák kancellár felesége, de maga Kádár Jánosné is innen szerezte be a ruháit. A rajongott magyar színésznők is innen vásárolták meg a legutolsó párizsi divat szerinti kollekciójukat. Honti Hanna, Sota Irén és Gábor Zsazsa is tiszteletét tette. Vagyis Zsazsa és Klára találkozása nem volt felhőtlen. 1968-ban a korabeli sajtó szerint Zsazsa nem vette át és nem fizette ki a megrendelt ruhákat, amelyek majdnem 5000 dollárt értek. Az egyes próbák alkalmával több ruhát széttépett, a szalon dolgozóival szemben minősíthetetlen hangnemben beszélt, és többször tett olyan kijelentéseket is, mint például: mondták nekem, hogy ne utazzak Magyarországra, mivel az egész magyar társaság csaló, tolvaj. A története Magyarországról való kitiltással ért véget. Érdekesség, hogy Klára nem beszélt idegen nyelveket, de mindig remekül megértette magát a külföldi vendégeivel, akik azt mondták róla, hogy a divat nyelvét folyékonyan beszélte. Erre tesz rá még egy lapáttal a figyelmessége, a kedvessége, abszolút tehetséges volt a kapcsolatépítésben. Humora is legendás volt. Beosztottjai családjaként szerette, és mivel saját gyermeke nem született, ezért kollégái gyermekeit támogatta, mint egy igazi keresztanya. A vasfüggöny leereszkedése után az állam pénzéből többször utazhatott Párizsba a divat hétre, és rendszerint megjegyezte a kifutón vonuló modellek ruháinak a szabását, és itthon már csak le kellett diktálnia a varrónőinek. A varrónők olcsóbban megvarták őket, és az eredeti áruk töredékéért árulták a Klára divat szalomban. Azonban nem csak a keleti blokk elitje vásárolt, hanem a nyugati hölgyek is a Chanelre megszólalásig hasonlító ruhákból. A pártvezetés pedig támogatta mindezt, mivel az államkincstár valutára volt éhes. Rothschild Klárát 1971-ben a Munka Érdemrend aranyfokozatával tüntették ki. Nyugati életszínvonalat tartott fent, a Gundelben, esetleg a Gellért szállóban, vagy a lakásának tetőteraszán is tartott divatbemutatóin folyt a drága nyugati alkohol és amerikai cigit szívtak. Aki bekerült ebbe a buliba, az volt az élet császára akkoriban. 1974-ben a már 71 éves asszonyon a korban még igen kezdetleges szinten álló fogimplantációt hajtottak végre, és szem meggyőződése volt, hogy elrákosodik az ínye a pótlás helyén. Iszonyatos, borzalmas fájdalmai voltak, a folyamatos gyulladásoktól a szervezetek kilökte az implantátumot. Rothschild Klára határozottan elutasította a pótlás eltávolítását. Miért?
mert a kinézetére mindig kínosan ügyelt. Naponta fodrászhoz ment, körmeit, a sminkjét nagyműgy gonddal készítette el. Úgy gondolhatta, hogy egyszerűen nem teheti meg, hogy fogak nélkül mutatkozzon. 1976. novemberében nem bírta tovább, és kiugrott a 7. emeleti lakásának konyha ablakán, a ház belső udvarára. Miután meghalt, a szalon még egy ideig tovább működött, de eltűnt belőle az erő, a varázslat, Klára. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!